Attilának köszönhetően számtalanszor meggyőződhettünk arról, hogy a metódos technika igen sikeres a vízparton, sőt azt is tudjuk már, hogy egy horgászládában minek kell benne lennie. A módszer jellemzője a maga a kosár. Attila, légy szíves, állíts össze egy végszereléket. Ezekről a kosarakról fontos tudni, hogy minden esetben a fenekükre érkeznek, így aztán a csalit nem fogják eltakarni a hal elől. Feláztatott peletet, de akár púder finomságú etetőanyagot is tölthetünk a kosárba. A kosarak formája változatos, ennek megfelelően kell kiválasztani az etetőanyagnyomót. Vannak szimmetrikus, aszimmetrikus formák, sőt kör alakú kosarak. Fölkerült a gumiütköző, ami abban segít, csalizásnál nem ásszon el a kosarunk, másik pedig, hogy valamilyen szinten beakaszt a halnak, de figyeljünk oda, hogy olyan gumituskót rakjunk föl vagy ütközőt, ami csúszik szabadon. Hogyha netán el is szakadna a zsinórunk ebbe a pozícióba, akkor a hal el tudja hagyni ezt a kosarat. Figyeljünk arra, hogy a kosarat ebben a pozícióba kössük, tehát ez a kúpos vége legyen a ütköző fele. Ezt követi a következő lépésünk. Van ez az ügyes kis gyors csatlakozó, ami két részből áll, egyszer ennek a csatlakozónak a háza, és egy ilyen kis stift. Ennek az a szerepe, hogy könnyen, gyorsan tudjunk előkét cserélni, hogy nem áll rendelkezésünkre két-három bot, hanem két-három-négy-öt fajta előke, akár egy csalitüskés, hajszálelőkés, gumi pelletes, vagy éppenséggel pasztakosaras előkék, akkor ezt gyorsan tudjuk váltani. Első lépésünk, hogy ezt a nagyobb gyöngyszerű részt ráfűzzük, a második pedig, hogy ennek a kis stiftnek van egy ilyen picike kis lyuk a végén, vele fűzzük a zsinórunkat, és egy klincsomóval megkötjük, ami nagyon egyszerű, csinálunk egy ilyen kis háromszöget, háromszögnek a felső részét elkezdjük tekerni, egy 5-6 elég is lesz, visszadugjuk ide a felső fülbe, igen. Amit meghagytunk az viszont elején. Miután átdugtuk, nincs vége mozdulatnak, újra alulról át kell venni, vissza a zsinort, és meghúzni. Lesz egy ilyen szép 4-5 strófnyi szakaszunk, egy picit megnedvesítjük, és a kosár felüli oldalt, tehát a főzsinór felüli oldalt elkezdjük szépen húzni, egészen addig, míg rá nem szalad erre a kis tiftes részre. A felesleget levágjuk, és ezzel kész is van a szerelékünk, ez egy ilyen oldható kötés, tehát nagyon könnyen ki lehet ebből a gyorskapocs házából pattintani ezt a kis stiftet. Ide könnyedén be lehet akasztani az előre elkészített horgot. Körülbelül ennyi ideig tart ez a mozdulat. Szépen ráhúzzuk, és kész is. Mint láthatta Zsolti, másodpercek alatt rá tudtam csatlakoztatni ezt az előkét. Egész napos horgászat során bármennyiszer megtehetjük, alkalmazkodhatunk a adott viszonyokhoz, akár pelletkarikás, csalitüskés megoldást is. Ha valaki nagy halban gondolkodik, használhat powergumit, de hova kell beépíteni a felszerelésbe? Kétféle módon lehet ezt véghez vinni. Én mondjuk átfűzve a kosaran, a két végét megkötve, ebbe a gyors csatlakozóba belecsatlakoztatva, és utána az előkét, de van olyan is, aki már ezt a készszereléket megcsinálja, és a gyors csatlakozó után iktat be egy ilyen gumis részt, ami nem túl biztonságos, és nem az eredeti célját tükrözi, de minden esetben azt javaslom, hogy keresztül a kosáron fűzzük át ezt a gumit.